LMP, tehát hogy, és megint a szél fújta be őket a parlamentbe. Bár, de bazd meg most én azt hittem megállnak, azt hittem megállnak 4,98-nál, érted? És akkor így de gecire megérdemelték volna, tehát az az igazság, hogy ha izé, ha... De ezzel a dumával, Vida, amit most nyomadsz, ezzel ásod a sírjukat. Ezzel ásod. Talán, hogy nincs politikájuk. Talán, hogy nem megkülönböztethetők semmitől. Semmitől a világon, bazeg, hogy nincs karakterük. Hogy folyamatosan olyan szintű kudarckerülést nyomnak, hogy így nem mernek bazd meg egyáltalán kilátszani a földből, nehogy elriasszak azt az egy szavazójukat, akivel éppen megvan az 5%. Talán nem ez a probléma. Nem volt pénz a kampányra. De Bajnai Gordon az szétvarta az a város meg az országot. Mi a faszom? Jó, adjuk már. Jó, én azért hozzátenném, hogy az LMP politikájával és mindennel én maximálisan egyetértek. Az ország és a társadalom nem érett szerintem arra a szintre, amit az LMP prezentál. Tehát én... Olyan jó lenne, hogyha egyáltalán az LMP-nek így eszembe jutna bármi ezen az ilyen zöld öko tudatos. Tehát ha zöld párt, az meg nem mondhatja, hogy vörös vagy barna. De ők nem zöld párt. Ők igazából ebben nem. Így alakul. Ők ebbe az identitás nélküliségbe menekültek az elől, hogy baloldaliak legyenek. De már a baloldaliságban menekültek az elől, hogy liberálisok legyenek. Tehát, hogy ők a tulajdonképpen... Az meg mennyire zöld a Schiffer, aki egy jogvédő mozgalomból jött ide. Védegyletben volt. A védegylet az egy zöld. Jaj, zöld, ha úgy akarom, zöld, ne. Ha úgy akarom. A védegylet az tényleg egy természetvédel. Tudod, mikor alakult a védegylet? Amikor összebaszták a románokat. Jó. Ciánnal. Jó. A Tiszát, kanadai, pont arról van szó, hogy az LMP-nek a fele, az nem, inkább azt mondanám, hogy így három részből áll. Van ez az ilyen jogvédő vonal, amelyik alapvetően ezekből a SZDSZ-ből kiábrándult liberókból áll. Akkor van ez az... Már elmentek, azok elmentek. Még mindig vannak belül, van belőlük. Most neveket kéne mondanom? Neveket halljuk a neveket. Neveket akarunk hallani. Na mindegy. Kurva kár, hogy nincs itt egy ilyen lámpa, és tudjátok, ilyen ingújra vetkező Puzsér fejébe így bele. Nem, atléta trikóba, mint a rendes ilyen ávós vallat. Jaj, de szép. Tehát ez csak vágyálom. Na. Szóval vannak ezek az ilyen falugazdászok. Igen, ezek az ilyen ökotudatos parasztgazdák. És akkor emellett meg vannak ezek az ilyen kvázi baloldaliak, akik hát de így igazából egyik se történik meg. Tehát így egyiket se tudják felvállalni, mert így hát így mindegyik egy kicsit. És így nem lesz semmi. Így aztán semmi sincsen. Akkor azt mondod, hogy a Biblia érvényes azért, hogy a langymelegeket kiköpi az Úr a szájából? Legyél vagy hideg vagy meleg. De most nem abban az értelemben. Tehát, de akár abban az értelemben is. Mi a faszért nem abban az értelemben? Mi a gyerek? Mert nem így, Jézus nem így értette. Na jó. Jézus lehet, hogy nem így értette. Az biztos. Te értetted így. Nem, evangéliumban van. És továbbra is ez fog menni, így fog folytatódni, nem fognak merni semmit megjeleníteni. Igazából a lehet más a politika, az megállt annál az állításnál, hogy lehet más a politika, és ők élvezi, ez egy Rorschach-teszt. Tehát a lehet más a politika, az azt jelenti, hogy projektáljál. A lehet... Más! És hol a paca? Hol a paca, de még egy pacára se telik, bazd meg, amire projektáljál, az a baj. A Schiffer lenne elméletileg ez a paca, de az az igazság, hogy csak egy ilyen szorongó belvárosi zsidót lehet rá projektálni. Na jó, ne. Semmi más nincs, semmi a más. A Schiffer szerintem abban van karizma. Schifferben van karizma, szerintem abban van egy szerint. Te is szeretnél EP képviselő lenni egy napon, vagy mi van? Nem, én csak magyarországi. Tehát nem, ezért... Karizmája az aztán nincs, bazd meg. Az nincsen. Van. Azt hívott karizmának. Én tudod, hogy mit gondolok a Schifferről? Hogy a Schifferben most tudod, hogy mitől tűnik neked úgy, hogy a Schifferben van karizma? Hogy olyan brutális lejárató hadjárat zajlik ellene, olyan kegyetlen
karaktergyilkossági kísérleteknek a sorozata zajlik ellene a Klubrádióban meg az ATV-ben folyamatosan, hogy gyakorlatilag ennek a fényében úgy olyan karizmatikus fényt kap. Tehát, mint hogy ha ennyire le akarnak valakivel számolni, az biztos ott van. De ez a fénytörés, ez a Lipsik, amit most árnyékboxolnak? Nem, arról van szó, hogy a Lipsik az összes gyűlöletüket, amit a Jobbikkal, meg a Fidesszel szemben éreznek, azt most a Sifferen éli ki. De hát mit árult el? Hát soha nem árultak egyékényről, mit árult el? Mit árult el a Siffer? És ez a kibaszott pótcselekvés, hogy ugyan már, ha a Siffer bazdmeg csatlakozott volna a nyomorúságos összefogásukhoz, akkor talán megnyerték volna a választást. A lónak a faszát. Csak akkor még az LMP is korrumpálód, akkor már tényleg nem lehetne hova szavazni. De már komolyan, én is, hogyha elmegyek az LMP-re szavazni, és elmentem az LMP-re egyébként szavazni, tök utolsónak értem be, és természetesen nem kellett személyt se adnom. Á, Puzsér úr, már nagyon vártuk. És egyből szavazhattam be, de nem kell se személy, se semmi. És a legutolsó voltam, utánam zárták az ajtót, úgyhogy elmondhatom, hogy én juttattam be az LMP-t a parlamentbe. De bazd meg! Gondolkodtam, de bazd meg! Ne menjek! Téged, hát mégis a Siffernek bazd meg! Téged összekevertek régen a szegedi csanáddal. Akkor mi van, ha a szegedi csanád nem, de Sifferként bazd meg az LMP-re leszavatni? Bármi lehet, Puzsérként. Mindegy. A lényeg, hogy egyébként a választást megelőző napon tényleg kiposztoltam egy Facebookos posztot arról, hogy milyen mértékű karaktergyilkossági kísérletek sorozata, meg milyen lejárató kampány zajlik a Siffer ellen, és úgy gondoltam, hogy most bazd meg, egy nappal a EP választás előtt az nem lesz rossz. Tehát, hogy ilyen értelemben tényleg lehet, hogy én rúgdostam be őket, bassza meg a kibaszott európai parlamentbe. Faszom. De nem vicc. Ezek, hogy ebbe belegondolok, nyomorultak. Van valami dráma, hogy egy öregasszony meghal a szavazó fülkébe. És arról szól, hogy ott összevesznek, hogy kire szavazhatott volna, mert az egy szavazat kéne, tudod, ahhoz én valamihez vasznak, az kurva jó.